A miniszteri kabinet január 12-i ülésén újabb ipari park létrehozásáról döntött Kárpátalján, jelentette be Denis Mihály miniszterelnök Telegram csatornáján. A kormányfő tájékoztatása szerint több mint 5 milliárd hrivnya értékű hosszú távú beruházásról és mintegy 2000 új munkahely létrehozásáról van szó. A gazdasági minisztérium arról számolt be, hogy a Kárpátalja megye Beregszászi járásában létrehozandó BF Terminál ipari park bekerült az ipari parkok nyilvántartásába. A park MDF és CLT lapok, laminált padló burkolat és parkettat gyártására fog szakosodni. Területén átrakodási komplexum működik majd. Fontos, hogy a helyben működő feldolgozó vállalatok termelési hulladéka felhasználható legyen a termékek előállításához. Ezért a park létrehozása az egész régió gazdaságára fokozottan pozitív hatással lesz, közölte a tárca. A BF Terminál idén az ipari parkok nyilvántartásába felvett első park és a 74. ezen a listán.